Szeretettel köszöntöm a nézőket. Hálás vagyok a jó atyának, hogy együtt gondolkozhatunk ez alkalomból is. Megnyitva az ő szent könyvét, a Bibliát, és megértve abból olyan igazságokat, amelyeknek rendkívüli nagy jelentősége lehet a mi életünkre nézve. Ezzel az alkalommal az imádságról szeretném, hogy gondolkozzunk, és pedig több megközelítési szempontból is sorra veszük majd, de hadd említsem meg mindennek előtt, hogy az imádkozás az tulajdonképpen beszélgetés, kommunikálás két személy között. Az egyik mi vagyunk azok, akik imádkozunk. Másik, aki hallgatja mi könyörgésünket, meghallgat és válaszol. Nagyon-nagyon megszokott ez az személyek közötti kommunikáció. Lehet róla sokat beszélni, de főleg gyakorlatilag éljük meg ennek a lehetőségét. A hívő ember esetében nem csak vízszintesen kommunikálunk, tehát ember-ember között, hanem hisszük azt, hogy van valaki e fölött, az anyagi valóság fölött, van egy Isten, egy teremtő és megmentő Isten. És az imádság megnyitja számunkra azt a lehetőséget, hogy ezzel az Istennel kommunikáljunk, hozzászóljunk és várjuk az ő válaszát. Na mostan persze, hogy mindannyian, minden hívő embernek hozzátartozik ez az ő tapasztalatához, hogy imádkozik, imádkozott sokszor, és valamilyen eredménye van ennek az imának. Valamiképpen meglátszik, hogy ő hívő ember, hogy neki élő kapcsolata van az erő, a jóság, a mindenség forrásával, és ezért sokat tudna mondani arról, hogy mikor imádkozott, mikor érezte úgy, hogy meg lett hallgatva az imája, vagy esetleg nem. Ebből az alkalomból úgy kezdjük az emlékedésünket, hogy valójában milyen is kell legyen az ima. És itt nem annyira arról van szó, hogy hogyan készüljek fel esetleg én az imára, ugyanis ez is fontos, persze nagyon fontos. Azt mondja a Biblia, hogyha álnokságot gondoltam volna az én szívembe, nem hallgatott volna meg Isten. De ezen túlmenőleg maga az ima, tulajdonképpen mi a lényege ennek az Istennel való találkozásnak az imában, a vele való beszélgetésnek. És drága megváltónk világít rá erre akkor, amikor mint egy példát ad arról, hogy milyen kell legyen az igazi ima. A Máté evangéliumának a 6. fejezetében találjuk meg ezt, és pedig az Úr imájában a példát, a mintát, amilyen kell, hogy legyen az igazi ima. Azt mondja itten, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az igazi ima magába foglal három személy közti kapcsolatot. Az egyik az én kapcsolatom Istennel, tehát megszólítom őt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Tehát az első személy, aki felé fordulok imában, az, és akire terelődik teljes figyelmem, az maga az Isten, akihez imádkozok. Aztán, amikor azt mondom, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor önmagamra, az imádkozóra gondolok. Milyen szükségleteim vannak, tulajdonképpen miért is imádkozom. És végül, amikor azt mondom, arra kérem, hogy bocsássa meg a vétkeimet, amiképpen én is megbocsátok másoknak, azoknak, akik ellenem vétkeznek, akkor egy másik személyre, egy harmadik személyre gondolok. Tehát az első személy Isten, a második én vagyok, és a többiek körülöttem a harmadik személyt képviselik. Tulajdonképpen tehát az imádság fordulás Istenhez, fordulás önmagam felé, fordulás a többiek felé. Figyelmemet, érdeklődésemet és érdekeimet kötöm Istenhez, önmagamhoz és embertársaimhoz. Először hadd beszéljünk az elsőről, mit jelent az, hogy Isten felé forduljak. Ugyanis nagyon gyakran annyira megszokottá válhat az imádság, hogy egyáltalán nem vagyok tudatában annak, nem fontolom meg, hogy én meg kell jelenjek, tehát az én imádságom egyfajta megjelenés Isten előtt. És éppen ezért olyan felületesen megszólítjuk Istent, elmondjuk a mondani valónkat, egy ámennel végezzük, és ezzel azt mondjuk, imádkoztunk. De az igazi ima, amelyik magában foglalja az Isten felé fordulást, a szó legszorosabb értelmében, az másképpen kell, hogy legyen. Először is gondolom, hogy jó, hogy mielőtt imádkoznánk, egy kicsit gondolkozunk, próbáljuk elképzelni, hogy megálljunk csak. Én most Isten elé járulok. De ki is az az Isten, aki elé járulok? Mert az én lelki állapotom, az én belső beállítottságom, minden attól függ, hogy mennyire értem meg, mennyire érzem át azt, hogy egy nagyon-nagyon rendkívüli alkalom, nagyon különös helyzet ez, hogy megszólíthatom a világegyetem Urát, a hatalmas Istent, aki hatalmas erőben is, tudásban is, és hatalmas jóságban is, szeretetben és megbocsátásban. Például, ha elevenen élne bennünk az a tudat, hogy a világ teremtője áll előttünk akkor, amikor alázattal meghajtjuk térdelinket előtte és megszólítjuk.
ennek a hatalmas nagy világnak. Hát milyen nagy lehet akkor az, aki teremtette ezt a világot, és milyen parányi kicsi vagyok én, a teremtett lény. Bár az ő képmására lettem teremtve, az ő gyermeke vagyok, de nagyon-nagyon kicsi. Pláne, hogyha összehasonlítom magamat, az én nagyságomat a világ nagyságával. Nem árt ez, nem rossz, ha sokszor elgondolkozunk afölött, hogy nem bratyuszhatunk egy olyan lénnyel, még ha azt is mondjuk neki, hogy te, aki megteremtett minket és az egész világot. Sokszor elgondolom, elmélázok azon, hogy mekkora hatalmas lehet ez a világegyetem. Már a Földünk is, ugye, aminek 40 ezer kilométer a kerülete, hatalmas nagy. Alig mozdulunk el lakhelyünktől valamennyire. Esetleg meglátogatunk más országokat. De körbejárni a Földet, az egy nagyon nagy út. De még csak most kezdődnek a nagyságrendek. Mert a Holdunkig, ami éjszaka világít az egünkön, 384 ezer kilométer van. És ami nappal világít a napunkig, 149 millió kilométer van. A fény, amely 300 ezer kilométert tesz meg másodpercenként, ahhoz, hogy a naptól hozzánk érjen, majdnem 8 percet kell, hogy haladjon felénk az űrben. De tulajdonképpen a nap, a föld, a többi bolygók és égitestek a naprendszerből még mindig a saját gazdaságunkhoz, házunk tájához tartoznak kozmikus értelemben. A következő szomszédunk, kozmikus szomszédunk, például a következő csillag olyan, mint a mi napunk, amely tőlünk 4,2 fényév távolságra van. Tudjátok, milyen nagy ez a távolság? Tehát a legközelebbi szomszédunkig egy 40 ezer kilométer sebességgel haladó rakéta több ezer évet kellene, hogy repüljön, hogy eljusson a legelső kozmikus szomszédunkig. A következő még annyi, és így tovább. És ebből kb. 100-200 milliárdnyi tesz ki egy galaxist. És a világegyetem, feltételezve, körülbelül 100-200 milliárd ilyen galaxisból áll, ha egyáltalán véges és nem végtelen. És ez a hatalmas nagy világ, amelyben élünk, és annyira parányiak, annyira piciniek vagyunk, létrejött, megszületett úgy, hogy ő szólt és lett. Milyen hatalmas Isten ez, aki szavával életre hívta, létre hívta azt, ami nem létezett. És az az érdekes ebben, hogy ő nem csak végtelenül nagy tud lenni, hanem szeretetében és irgalmában végtelenül kicsiny is. Le tud hajolni egészen én hozzám. Meg tud érteni,
ismeri szívemnek rejtett gondolatait, érzéseimet, és ragaszkodik hozzám. Tehát ő ragaszkodik hozzám. Azt mondja, drága megváltónk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Annyira ragaszkodott az ő teremtményéhez, amelyet a saját képére és hasonlatosságára teremtett, hogy emberélet érettünk. Ha csak az a hatalmas nagy Isten maradt volna, óriási űr lett volna közöttünk, nem tudtuk volna semmit sem megérteni ebből a nagy valóságból, hogy van Isten és mi az Isten. De ahhoz, hogy megérthessük, hogy Isten a szeretet, Isten a jóság, Isten a tűrés, Isten az igazság, ahhoz le kellett jönnie mi hozzánk. És eljött egészen közel mi hozzánk, hogy megértse a mi gondolatainkat, még jobban átérezze és átszenvedje a mi szenvedéseinket, csalódásainkat. Tehát amikor én imára készülök, amikor imára nyitom meg ajkamat, imára borulok le, eléje járulok tehát, akkor úgy gondolom, hogy szent félelem, nem félés, hanem egy végtelen tisztelet, elragadtatás, csodálat kéne, hogy urá legyen az én lelkemen. Érezzem mindig, akár hányadszor ismétlen meg ezt az Istenhez való közeledést. Mindig meg újra át kéne érezzem, hogy tulajdonképpen én most megjelenek ezelőtt a csodálatos Isten előtt. Megnyithatom számat szóra, és beszélhetek ő hozzá. És ő lehajol én hozzám, hogy megértse az én gondolataimat. Szerintem ezeknek a fényében legalábbis a septében elmondott imának nincsen ez az értéke. Hiányzik belőle a lényeg. Talán nem is lehet igazán imádságnak, imádkozásnak nevezni, mert az imádkozás egy ilyen találkozás Istennel. Általában, és erre a gondolatra még visszatérünk, megjelenünk előtte, mert valamire szükségünk van. És hogy azt kérjük őtőle. Nincs ebben semmi rossz. És mégis az nem igazi imádkozás. Az igazi imádság az, amikor az ima nem eszköz, hanem cél. Nem eszköz arra, hogy valamihez jussak, valami megoldódjék az én életembe, hanem cél. És pedig, hogy együtt legyek Istennel. Mert minden egyébnél fontosabb ez az együttlét. Segítse meg a jó Isten, hogy megérthessük ezt így, és valóban megéljük az ima csodálatos élményét. Micsoda óriási változás történne akkor a mi lelkünkben, a mi életünkben, ha ilyen értelemben lennénk az ima emberei. Vagyis állandóan Istennel járnánk, vele találkoznánk, arról biztosítanánk mindegyre magunkat, hogy Uram, megindulok az úton, de Te velem vagy. Uram, megnyitom a számat, de arra kérlek, használd Te fel ajkaimat arra,
hogy azt mondjam, és akkor, és olyanképpen, hogy az eredmény a maximális legyen a jó irányában. Az Úr segítse meg bennünket, hogy ezt megértve ezentúl egy kicsit másképp legyen, lényegében másképp a mi imádkozásunk. Amen.